Megpróbálok kicsit hangosabban beszélni, vagy nem tudom. Tehát így nehéz eltalálni. Még nem megy a felvétel, ugye? Még nem. Három. Ja, akkor megvan mindenki. Na, nézzétek, ja. ott van az összes választható karakter, amit akartatok. Igen, négy karakter van. Van egy viking, aki egyszer, egymás után kettőt támad van egy harcos, aki mindig kettővel többet sebez, van egy íjász, akinek van esélye kritikusat sebezni, és van egy bár, aki ugyan gyengét sebez, mindig feleződik a sebzés, már gitárral nem lehet csapkodni, de olyan rókszólót le tud nyomni, hogy az segíti a csapattársait. Hm, hogy olyan. el kéne dönteni, hogy akkor ki melyiket szeretni. Na jó, akkor leszek én a harcos. Én az íjász. Mert a harcos alatt mit akarunk? Ja, igen, két harcos van. Tehát a harcos, meg a, a viking, meg... meg a, uh, a kardossal. Jó, a Főrit, amit választottál? Ilyas. Hát mondanám, hogy menjünk a kova hallába, de akkor inkább választom a zenészt. A szong? Akkor a majd énekelj is. Okay. Na, no, okay. mert, mert lesz szerinte... egy Szerintem a Dandelion, mert nem kökörcsina, hanem Dandelion, annak akkor a szerepét átveszem én, hogyha már úgyis így egyelkevesebben vagyunk, és akkor én csak támogatok. Oké. Okay. Na, akkor... De most akkor így á... kicsit összezavarodtam, szóval hogy akkor most te melyiket vetted át? Én leszek a Dandelion-ez. Ja, Jaj az, oké, okay, jó. Okay. Na, akkor, akkor elindítom. <kül> Hőseink kivételesen nem az inspibárba kezdenek, ahol inspiráció megbízó őket, vagy különleges küldetéssel, hanem egy elátkozott erdő mélyén térnek magukhoz. Nem tudják, hogy hogy kerültek ide, nem tudják, hogy honnan jöttek, nem tudják, hogy merre van a hazaút. Azt az egyet biztosan tudják, hogy ha nem érnek haza időben, akkor nem fogják tudni megmagyarázni az asszonynak, hogy nem egész este a kocsmában ittak. Úgyhogy, oh, jaj. Oh, jaj. Jaj. úgyhogy meg, oh, yes. meg kéne találni a hazautat. Valahogy. Este nyolc előtt csak hazaérünk. Ja. Úgyhogy hőseink most tanácskoznak, hogy itt vagyunk valahol, nem tudjuk, hogy hogy kerültünk ide, nem tudjuk merre kell menni, de négy út van, merre menjünk. Um, menjünk éjszakra. Igen, Mind, mindig mindig éjszakra kell menni. Megtanultam dézibe. Jó, hát akkor a hőseink megegyeztek, hogy elindulnak éjszakra, mi baj történhet. Max Mennyi. megfagy a seggünk. Hát, akkor visszatudtok jönni a tábortűzhöz. És éjszakon egy barbár hörri horda várja őket, akik nem is kérdeznek semmit, hanem rögtön támadnak is a Minotaurus az jön a vikingre, az íjász becélozta a másik íjászt, a, ha oda tudom forgatni, egy, még a pajzsos kardosa a pajzsos fog megküzdeni. Ha, Na, ez egy felküzdelem Nem az úgy nézett ki a legutóbbi meccsbe, hogy két húszas kockával dobtam, az egyik volt a te kocka, a támadó kockája, a másik a védekező kockája ha a támadó nagyobbat dob, mint a védekező, akkor sebezhet, és akkor egytől négyig tud sebezni. Úgyhogy szerintem akkor kezd a viking, a viking megtámadja a minotaurus -t. Ez van jobb szélen, akkor, akkor ez a vikingé, ez a minotaurus -i. És a viking akkor talált is, mert 11-et dobott. A sebzés az egy. Egy. Ez az. Egyet -egy sebzeztél a Minotauruson, de mivel viking vagy, ezért kétszer támadsz. Meg is azt beszéltük az elején, úgyhogy második sebzés az, az három, de az már jobban néz ki. Hm. Hm. Második oh. nem, megerőltettem magamat. Ja. Jó messzire repítetted a kockát. Á, majd beidézek egy másikat. Nem, hogy Jedi erővel visszózni. Ja. Akkor most a harcos, vagy lovag, vagy a legyen lovag az egyszerű, szóval a lovag támadja okay. a másik főrit. Na, ezt jól elhitteltem. Pont megsebezted. Egyel többet dobtál, jó van. Akkor ezt a kockát visszafele dobom. És négyet sebeztél, de mivel te a lovag vagy, ezért plusz kettő, úgyhogy hatot rögtön rá is csaptál. Na, egész jó kezdés. Ez nagyon jó kezdés. És Miért a... ez most, hogy én ezt a legrosszabb dobo? Lehet. megnézz. Na, nyugalom, most kerülsz Akkor sorra. Rájön, most jön az ilyes. Mondjuk Mind lehet, hogy bárnak kellett volna kezdenie, mindegy. Mindenki tudja, hogy ez összes játék, szerencsajáték. Hát 5-16. Tehát az íjász, az mellélő. Mondtam. És akkor most jön a bárt, akinek az a képesség, hogy valaki segít a rock szólóval. Én úgy gondoltam, hogy a 12-essel dobok, hogyha hetet vagy többet dobok, akkor jó volt a gitárszóló, és akkor valakit kiválaszthatok, aki a 20-as kockánál kap plusz értéket. Tehát most, hogyha ezzel dobok egy hetest, úgyhogy ez jó volt, akkor legyen az, hogy a hatossal dobok, és ahányat dobok, annyi pluszt kap a következő csapattársam erre a piros kockára. Már én is gondoltam már teljesen a dolgod, de ötös, jó, akkor azt megjegyezzük. De minden esetre most a Minotaurus fog lesújtani a Vikingre. Hát a Minotaurus 1-est dobott, a Viking 13-asat védett, úgyhogy az nem sikerült neki. De olyan hát, szinten nem, nem, hogy a Viking vissza is sebez. Tehát itt már akkor nagy a különbség, hogy legyen egy ilyen. Vissza 3-at. Hát csúnyát mondott az anyámra. Jó. Ja. Hát. Még visszaverés is És van. És akkor most a... Hát, hogyha ilyen nagy a különbség, hogy egy 13, akkor szerintem legyen úgy kicsit izgalmasabb. Oké. Okay. Most ez a főri támad, megtámadja a lovagot. Ötössel támad nyolcas 8-as léptél, úgyhogy ez nem talált. És az íjjász fogja lőni az i I'm touch my body. Az is már ment. De ez nagyon nem megy nekik. Akkor most volt... Minden mind ilyen ja, 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 Akkor volt mind a három, akkor most a viking jön, aki visszatámad a Minotaurusra. Ötöt. Viszont a oh. pártnak az ötöse, az most él a vikingre, úgyhogy az most tízesnek számít, úgyhogy a viking az sebez. Oly. Oh. És ráadásul kettőt, mert viking. Négy. Ó. Jó, ak akkor megölted, tehát ő meghalt. Duplán, meggyaráztam. Már A kettő maradt. Ja, ja. De akkor most jön a lovag. A lovag is talál, méghozzá nagyon csúnyán talál. Úgyhogy. Ó! 4 6 sebzel, meg mivel ilyen csúnyán, ezért most mondanám, hogy még plusz egyet, de felesleges, mert 4 HP van összesen. Úgyhogy az is meghalt. Na már Basszus csak az íjász van, és mivel az íjjász jön, ezért reméljük le is fogja lőni. Lőd ki a szemét! Ö, ja, El eltaláltad. Na, ilyenkor van az, hogy... Kritikusat. Igen, ha szeretnél kritikusat, azt lehet, hogy ezzel dobok hogyha a hetet vagy többet dobok, akkor kritikus és duplán számít a sebzés, viszont ha hét alatt dobok, akkor mellélősz. Úgyhogy így is bevállalod Kritikusít. a kritikus. Igen. Jó, akkor megnézzük, mi lesz. Ezt jól eldobtam már megint. Négy. Hát akkor ez oh. Az már így ment. Mindegy a... Két harcos oda megy, a bárt az neki a zenélni. Nézzük, sikerül-e. Az igen. Ó. Kész, olyan rock szólót lenyomott, hogy mind a két harcosunkat felbufolja még hozzá négyel. És a... az ijászak meg kiszakadt a dobhártyája. Nem, igen. igen. Tehát akkor most a viking támad egy ijász. 14 plusz 4, úgyhogy így is úgy is talált. Négy. Hát kész. Hát kész. Ezeket lerendeztétek. Tehát ez Sérülés, nélkül. Sérülés, Sérülés nélkül. nélkül. Sérülés hát, nélkül. Nem, nem is, én nem is kellek ide. is <síns> komolyan mondom, valamiért számítottam rá, hogy ekkora mákom lesz. Na, a hőseink szomorúan látják, hogy hiába indultak el éjszakra, ez bizony egy zsákutca, úgyhogy nincs mese. Na, lapos föld hívők, győztek. Ja, lapos föld. Vissza kell menni. <síns> Azonban nem tudom egyszer megfogni mind a négy karaktert. Vissza is értek a tábortűzhöz, ahol most mondanám, hogy meg lehet pihenni és HP-t visszatölteni, de mivel senki nem sérült meg, ezért megint leülünk tanácskozni, hogy akkor merre tovább. Hmm. Hát, hát ha észre nem mentek Hát Nem tudom, inkább keletre menjünk. Hát én mondtam volna, hogy balkezes vagyok, szóval menjünk balra, de akkor... Euh, hú. Hú. Itt a rivalizálás lesz. Nem egyezünk meg egymással. Lebokszoljuk. Hmm. Hát, Leboxoljuk. Ne Vagy jó, akár mehetünk nyugatra is. Hmm. Gondolkodjunk logikus. Még ezen nincs mit logikusan gondolkodni. Hát akkor menjünk nyugatra. Akkor megegyezünk, és elindulunk balra. Igen. Javol. Igen. Hát akkor hősénk balra veszik az irányt. Minden a Rómába vezet. Igen. Gomba. 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 Nem lehet fellopni. Ja. Nem lehet begombázni. Hát Megkóstolhatod a gombát, ha úgy gondolod. És akkor dobunk egyet a nyolcassal, ha páros, akkor mérgező, ha páratlan, akkor meg tölt életed, de el az életed. Ja, akkor hagyjuk. Akkor bombák egyébként maradnak. Inkább... Ja, szerintem is hagyni kéne. És akkor egy szörnyű látvány fogadja hőseinket. Szervusz. Méghozzá az, hogy ez az út is Zsák utca, Meg az út közepén ott áll egy óriás, aki szintén támadni akar. Na, az óriással az a gond, hogy mivel ő óriás, ezért minden sebzése duplán számít, és minden ah. sebzés, amit kap, feleződik, de szegényke nem tud sokáig szaladni, úgyhogy ha a hőség nem mernek megküzdeni az óriással, akár vissza is rohanhatnak, mert ő nem fogja üldözni őket. Hmm. Lehet nála értékes lút. Az ilyen dolgokat kihagytuk a játékból, hogy egyszerűbb legyen, úgyhogy a hardcore D&D rajongóktól bocsánatot is kérek. Akkor, uh, ha... akkor futi. Én. Na jó, inkább fussunk el, nem éri meg. Futás. Hát akkor az óriás hiába üldözi őseinket, azok már vissza is szaladtak a tábortűzhöz. ahol megint kipihennék a sérüléseket, amiket nem kaptak. De... Na, de a Fajal. jó hír, hogy már csak két út van a hátra a kalandból, és valamelyik jó, valamelyik nem biztos. A jobb az mindig jobb. Jó. Legutóbb, legutóbb még azt mondtad, hogy dél, pont azt mondtam, hogy menjünk nem, délbe, baj. De... nem baj, jó. Most már tényleg próbáljuk <laughs> meg Induljunk meg keletre. Akkor irány kelet. Megnézik ott mi. Gyorsan változik a... Ja. Eddig még nincs a zsákutca. Hups, mi az zárnyék ott? Már baj van. És bizony baj is van, mert itt meg a vérfarkasok várják hőseinket. Hát mondtam, hogy de fel kell menni. És a vérfarkasok szintén nem várnak senkire, nem rögtön támadnak is. Kivel laknának jól? Hát a két harcos megpróbálja elterelni a négy farkas figyelmét, mert szegény bár meg ilyes, az nem éppen a közelharcoló híres. Úgyhogy kezd a ah, Legyen megint szerencsém. Hát az most nagyon oh, bocs. Várj, micsoda? Tied a a oh, 9-es, 20 eset védett, úgyhogy ez megint akkor a különbség, hogy szerintem vissza is harap egyet a farkas. Méghozzá egy hármasat új új. Legalább most már tudjuk, mit használni. Ennyit a nyerő Semmi gond, mert egy HP töltőpia mindenkinél van, meg egy ilyen felélesztő scroll mindenkinél van. Úgyhogy. Mennyit tölt az az ital? Az teljesen vissza, Tehát, hogyha meghalsz, akkor megihatod. Most így három HP-re még szerintem felesleges. A vikingünk az viszont nagyon csúnyán eltalálja a farkast. Látom, mert ezt 3 Három hát HP. És mivel három hp -e van összesen, ezért meg is öli ezért a másik sebzést választhatsz, hogy erre a farkasra, vagy a nagy farkasra csapod. Hát, melyik csapta meg Szilvert? A nagy. Hát akkor jössz, hát bosszuljuk meg. Jó, akkor az. Avenge me, brother! Ja, csak annak több hp van. Na, hát egy négyes. Né, sár, nem az Na, azért megy itt a pirítás rendesen. Hát, ha meggondolja magát fél úton. Akkor most az íjász jön. És még mindig a Bard jön utoljára, hát hát, nem tudom kezdeni. Uh, nem, az mellé lükti. És akkor jön a bár, ja. aki nyom egy gitárszólót. Oh, yeah. oh. Olyan gitárszólót nyomott, hogy a két harcosunknak megint plusz, plusz, uh, plusz egy pontot uh, yeah. fognak kapni. Az Jé. a kék kocka nincs megcinkelve. az lila. Lebuktam. Na, mindegy, a farkas az időn is megpróbálja megharapni a lovagot. Ó, flank. Hát nem sikerült, mert 3-18. Úgyhogy akkor a másik életben maradt farkas támad, a szintén lovagot. Na, ő viszont ez. De várj, oh. nem úgy. A... Ja, csak támadásnál számít az a lila. Ez? Uh, hogy ugye. E, e, igen, igen, igen. Tehát a oh. gitár szóló az támadást fog erősíteni. Ó. Oh. Úgyhogy a szegény harcosban négyet bele is csípett a farkas. Jó. Uh. És akkor most jön a vérfarkas, aki szintén a legyengült lovagra pályázik, mert ott már biztos le tudja győzni. Uh. Hát meg Nem is van. fogja sebezni. Várjunk? Még, még? 17-es biztos... az övé. Még, még van, van a hp -t. Kettő. Jó, kettő túl nélkül. Kettőt sem, ez hogy még csak életben vagy. Azt hittem 4 HP-d van. <laughs> e, mikor lehet használni az italt? Csak akkor, ha az én köröm jön? Hát... E, igen, és mivel most a te köröd jön, Na, ezért akkor megihatod, és akkor, akkor értelemszerűen most nem támad. Jó. Felhasználom az italt. Hát, jó hát muszáj lesz szerintem is. Úgyhogy szépen vissza is töltött 10 HP-t. A viking viszont nem kegyelmez a farkasoknak. Az ez, ez sebez is. Három közül melyiket szeretnéd. A, kicsi, a kicsik, mindegy, ö, kicsiknek hány HP van. A kicsiknek 3 3 HP van. Mennyire gyengítettem le a nagyot? a nagynak jelenleg hatápia. hp -ja. csináltad azt, hogy kétszer a nagyot, vagy a két kicsit, vagy ahogy szeretnéd. Eee... Intézzük el akkor a kicsiket. Na, akkor az egyik kicsi. Hát... Egy. Egy. Ups. Akkor beleütsz meg ebbe, vagy a másikba. Hmm, hát most az egy HP különbség nem hiszem, hogy számít a szóval bele még egyet ugyanebbe. Hát jó, csak mert hogyha a hármat vagy négyet dobsz, akkor a másik rögtön meghal, és akkor úgy... Hát igen, tudom. Már akkor lesérült. Na nézzük, na ezt jól eldobtam. Kettő. Kettő, hát na meghal. jó, ki lett számolva. Hát azt nagyon kiszámoltad. Akkor a Warrior nem jön, mert ő és akkor most jön az íjász. Akinek, akinek, számít, számít a plusz egy. Ja. ja, igen, mert 12-t dobtam, úgyhogy olyan gitár szóló, mint hogy mindenkinek számít. <laughs> az íjásznak nem megy, ő szintén már Úgyhogy, nem uh, vagy a formában. Hát nem nagyon. Nyugalom lesz. Ja. Úgyhogy jön egy gitárszóló. Hármas, hát uh. nem jött össze. El Elvágtad a Na akkor ez a farkas jön vikinget támadni, még ez a warrior. -t. Gyere, leveszlek mellett. Na nézzük, mi történik. Hát a farkas csak egyet dobott, úgyhogy ezt tényleg levetted mellett. Akkor a kis farkas ellovagott. Na az viszont túlkapja. Kettőt ráharapott. Jó, most. Na, jó, Éh, hogy megint. a Na, akkor megint a viking visszatámad most már. 4-4, de... A ja, nem, Most ja, nincs. Most... Ja, most nincsen gitárszóró. Akkor... Úgyhogy most nem sikerül. Ja, hogyha egyenlő, akkor nem támadok? Hát kivédi az első támadást, és akkor jöhet a második. Jaj. Aha. Hát a második 4-6, úgyhogy akkor az sem. Ja. Úgyhogy a farkas az hárít. Na nézzük a lovag majd oda vág neki. Az oda hát. 19-18. Lényegében tök mindegy mit dobok, mert úgyis plusz kettő, úgyhogy a kis farkas meg is halt Feljöttek a gyerekkori Csík. sérelmény, azt átváltott ilyen rage módba. Akkor a réget lenyomott, hogy egy HP-t a nagy farkasra. <sík> <sík> Pont a közelébe volt, és belement a kardja. Na, a legolász az viszont most már tényleg el fogja találni a farkast, és ki is fogja végezni. Reméljük. Négy őt Hát nem. Oh. Ez mellé Na, Nagyon nem megy nekem. Eh, Legolászak szemüveg kéne. Szegény fák. Hát, szemüveges vagyok. -e Biztos kioperálták a izi a tünde szemét. Ja. Na, megy a gitárszóló a két hősünknek. Ó, oh, yeah még hozzá egy olyan gitár szóló, ami plusz négyet ad. Úgyhogy a farkas megpróbálja megtámadni a vikinget, de hát nagyon csúnyán sikerül is neki. A fene egy. Csak egyet fog sebezni, figyelni. Csak Egyet Nem megmondtam. Viking az, az nagyon brutális, tehát ez. Ennek örömére most vissza is támad. Megkarcolta a tetoválásomat, most visszacsapok. Hát de még milyen szépet. Megcsikált! Kettő. <laughs> és akkor de kell... a második támadásod. A 17-17, de a négyes gitár szóló él úgyhogy az is talál. Méghozzá egy négyes. Úh, uh, nagyon, nagyon egy húron pendülünk a izé. Kinyíltad. Ennyi volt. Na hát egy kemény csatán túl vannak őseink, és már csak egy út maradt hátra. Majd. szegényeknek vissza kell balladniuk. Nem baj, legalább úgy megyünk haza, hogy sok XP-t Az biztos. De az hogy meg nem tud elmagyarázni, hogy nem a kocsmába lógtál egész éjszaka. Oh, nem mutatom a sebb helyeket. Majd. Csak a déli út legyen jó. Hát nagyon <laughs> 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 nem lehet. Na, egy a tábor meg tudtok pihenni, úgyhogy mindenki yeah. visszakapja az életét kicsit óperhé. Már kisebbződött. Igen, már aki sebződött, vagy aki egyáltalán sebzést produkált. Na hát, jobb hiány elindultok délre. Én esve is mondtam, hogy oda kell menni. Hát én, én támogatni akartadok már a harmadik de aztán még megváltoztattad így a gondolatmenetedet, hogy menjünk inkább keletre. Nem, én soha. Elvétel készült róla, vissza tudjuk nézni. <laughs> Oké. Okay. Na, úgyhogy hőseink úton vannak hazafele, amikor... Cica! Egy macska van az út közepén. Kérdés, Fek hogy mit csináltok a macskával? Fekete macska szóba a szerencsét jelent. É, én megsimogattam. É, de csak, család, Jó van, simogassad. Én, tá én távolból nézem. Akkor a lovagunk oda megy megsimogatni a macskát. A kajjából. És a macska átváltozik egy szörnyeteggé. Úram Egy ilyen nem, a... nem tudom mi ez, akármilyen. Nem Vál. mantikor. Vagy mantikor, el nem tudom, csak megtettem. Dream test testvérek, vagy mi. Úgyhogy, mivel a lovag volt hozzá legközelebb, szegény lovag... Ops, nem ez a kocka kell nekem. Ez a... Ne! Jó, mindegy, ezt, ezt csak letesszük ide, hogy legyen. Szóval szegény lovag nem is tud védekezni, mert a mantikór akkor legyen, az rögtön támad. Mondjuk akkor nem tudom, minek dobok, hogyha... Ja, de... Jön, Kikészítetted. Ja, akkor mindegy, legyen az, hogy szerencséd volt, és a támadást pont el tudtad kerülni és akkor a lovag oda megy, az íjász becélozza, és a bár kezdi az egészet végre, így a negyedik csatánál. Nyom egy gitárszólót, még mert bárki bármit csinál. Hát ez nem jött be. Elszakadt a hurmá megint. Mondtam Úgyhogy a akkor a lovag lesújt. Pont talált. Úgyhogy pont meg fogod sebezni. 3 plusz 2. Úgyhogy nagyon szépet rávágták. Na most jön a viking. Hát a vikingnek nagyon nem sikerült. Legalább neki jobb annyira. Őszüket majdnem, mint az enyém. Ja, de akkor most megnézzük, hogy az íjász most már ekkora célpontot már nem tudsz mellélődni. De, mellélődtél. De, de. <síthat> Fogd meg a sört! Ja, akkor most jön a mantikor. Hallod, te szerintem kanyak a <laughs> Hát a mantikor szintén mellé csapott, úgyhogy senki nem sérül, ezért a lovag már vissza is üt. Ö... Nem sikerült a lovagnak. Több kevesebb sikerrel. Több kevesebb sikerrel, akkor jön a viking. Na, a viking Na az viszont oda vág neki. Azt hiszem már álló háború lesz itt. Még az egy hármasa. Olyan. Oh yeah. Úgyhogy a második támadás a vikingnek az az egy gyönyörű szép támadás. Oh. Úgyhogy plusz egyet fog kapni akármit. Hát, hát akkor nem. De két HP-ja van, úgyhogy pont meghal akkor de mondom, a, hogy... a, a 20-asra kapsz plusz egy semzést. Ja, Egyen ható, dobtál, úgyhogy kettő, úgyhogy... Fatality. Úgyhogy jó. fatality. hát a... A az, az biztos, hogy részek, de hogy a viking is bevágott egy pár sört, az is tudja, hogy ilyeneket oda tudott vágni. Hát jobb híján hőség megbeszélik, hogy visszamennek a tábortűzhöz, és leülnek újra tanácskozni, hogy na most ilyenkor mi a helyzet. Öpsz, Én azt mondom, másunk, és meg kijutunk Kínába. Na hát, eléggé szomorúan, de leülnek ide a tábortűz köré, mert fogalmuk sincs, hogy na most merre kell menni, vagy hol vannak egyáltalán. És ekkor egy váratlan fordulat történik, ugyanis erre jár inspiráció a kocsmáros. Ó! Uh -huh. Aki körben hőseinken, és így szól. Részek büdös banda, ma megint annyit ittatok, hogy nem találjátok a hazauta. És itt kalandunk véget is ért. É én nem, de a többiek nevében nem beszéltek. Úgyhogy szegény kocsmáros haza kíséri a négy részeg idiótát, aki eltévedt a kocsmából, hazudtál. le. Én már azt hittem, hogy vissza kell mennünk az óriáshoz. Nem. Nem értem. Én azt hittem, hogy anomáliában vagyunk. Az óriást azt azért tettem be, mert gondoltam, hogy valaki azt fogja mondani, hogy kövessük a lábnyomokat, mert az biztos ide vezetett, akkor vissza tudunk menni. És akkor a hőséink elkezdik követni a lábnyomokat, és amikor eljutnak ide, akkor veszik észre, hogy a lábnyomok azok egy ilyen legalább 160-as cipőtől származnak, és ugye egy kicsit még jobban lehet sejteni, hogy részegek a hőseink, de ezt nem léptük meg. De mindegy, hát akkor ennyi volt a játék, meg ennyi volt a felvétel, úgyhogy ezt itt most meg is állítom.